Köszöntöm az aktuális című műsorunk hallgatóit, és nagy tisztelettel köszöntöm Kereti Artúrt, kibertitok jövő kutatót, az Informatikai Biztonság Napja alapítóját. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! És azért kerestünk meg téged, mert van itt egy nagyon érdekes hír, már többször is gondolkodtam ilyen hasonló híreken, de most ez a hír, ami kicsit áttörte az én inger küszöbömet is, ugyanis emberek fogják írni, de a mesterséges intelligencia által létrehozott szóvívő fogja ezt felolvasni, Ukrajna külügyi közleményeit, tehát Ukrajnának az egyik új külügyi szóvívője, egy mesterséges intelligencia által létrehozott személy, és akkor már itt el is kezdhetjük a beszélgetést, hogy személynek nevezzük egyébként ezeket a fajta létrehozott entitásokat, és akkor gondolhatunk itt akár az MTV által debütáló bíróadára is. Nagyon, nagyon belekérdeztél a sűrűjébe, ugyanis ebben a pillanatban bármi, amit a mesterséges intelligencia készít, vagy mond, vagy csinál, és ő maga is, ha lehet így fogalmazni, vagy az a dolog is, valójában egy eszköznek számít, nincs különbség e között, meg egy számítógépes program között, ami természetesen baj. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási gondot jelent, hiszen a mesterséges intelligencia az szerintem több, mint eszköz, és más, mint ember, de hogy mennyiben más, azt nehéz megmondani ebben a pillanatban. Tehát ezért jelenleg a jog az ilyen készítményeket, azokat egy egyszerű eszköznek, képmásnak, hasonló dolognak tekinti, de semmiképpen sem önálló semminek se. Jelen esetben persze azért egy kicsit jogos ezt ilyennek tekinteni, hiszen itt egy közlésnek a videósított formájáról van szó, tehát itt nincs semmi interakció, nincs csetelés mondjuk egy mesterséges intelligenciával. Ettől a kormányszóvivőtől legalábbis én úgy tudom, egyelőre nem lehet kérdezni egy adott témában, tehát ez tulajdonképpen egy beszélőfej, egy avatár, illetve magát az anyagot, amit elmond, azt is előkészítik neki. Tehát ez azt hiszem, hogy valóban inkább abba a kategóriába esik, hogy ugyan mesterséges intelligencia készíti, és ilyen szempontból valóban egy nagyon érdekes része a világnak, vagy egy érdekes dimenziója, perspektívája. Ugyanakkor miután nem interaktív, és nem arról szól a helyzet, hogy felkészítettek egy virtuális személyiséget arra, hogy képviseljen egy álláspontot, majd az a virtuális személyiség mondjuk beszélget emberekkel, vagy válaszol újságírói kérdésekre. Tehát ilyen szempontból valóban más a helyzet, mint akkor, amikor mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, vagy valamelyik másik mesterséges intelligenciával. Az a mesterséges intelligencia által létrehozott ukrán külügyi szóvívőről azt lehet tudni, hogy Viktória Sínek hívják, és egy valóságshow hős, illetve egy énekesnőnek a kombinációjából hozták létre, vagy legalábbis hát hasonlít rájuk valamilyen szinten. És akkor itt rögtön megint felvetődik a kérdés, hogy ugye ez egy eléggé rövid hír, máshol is kerestem, olyan nagyon sokat azért nem lehetett erről tudni a részletekről, de ilyenkor, amikor mondjuk egy híres emberről, akár egy olyan híres emberről mintáznak egy ilyen szereplőt, és nem teljesen is, de mondjuk csak hasonlít rá, akkor milyen jogok sérülnek itt, vagy milyen kérdések merülnek fel? Hát nyilvánvalóan az illetőnek ehhez hozzá kell járulnia, természetesen, hiszen különösen egy színész esetében az a kép, ami hozzá kötődik, ahogy ő kinéz, meg ahogy ő beszél, az különösen védett kell, hogy legyen legalábbis, hiszen ebből él. Ugye ez okozza most a nagy felháborodást Hollywoodban is, illetve ez okozta, amikor volt ez a sztrájk, a színészek és a forgatókönyvírók sztrájkja, hogy éppen az volt a probléma, hogy a mesterséges intelligencia, úgy, ahogy nagyon sok más ember munkáját, az ő feladatukat, munkájukat is fenyegeti. Tehát nyilván itt felmerül az, hogy az, akiről ezt mintázták, hát bizony az annak ehhez hozzá kell járulnia. Persze azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon érdekesnek tartom ezt a jelenséget, mert ugye az, hogy mesterséges intelligenciában
mi van benne, illetve hogy a mesterséges intelligencia mit ad hozzá egy adott karakterhez, mit csinál vele. Értem, hogy valakiről esetleg másolják, vagy esetleg az én kérésemre valósítja meg azt, amit csinálunk, de végül is ő egy tőlem eltérő dolgot hoz létre belőlem, és itt már azért felmerül egy kérdés, hogy az az eltérő dolog, ami elkészült belőlem, az valójában micsoda, az kihez kötődik. És hát ebben az esetben itt a jog azért még vakarja a fejét, hiszen nem határoztuk meg, hogy ez a produktum, ez tulajdonképpen micsoda, hiszen nem egy filmfelvétel az illetőről. Azzal kapcsolatos jogokat pontosan ismerjük, bármikor, amikor valakiről készül egy filmfelvétel, vagy akár egy interjú, még az is, amit most csinálunk, az is egy pontosan ugyanilyen kategória, akkor nyilván nekem ahhoz hozzá kell járulnom, hogy ezt majd ilyen meg olyan formában valahol leadjátok, tehát ezt ismerjük. Ez egy kicsit bonyolultabb helyzet ebben az esetben, és ráadásul nagyon sokan elfelejtik, hogy a mesterséges intelligencia a mindannyiunk életében, tehát nem csak a hírességek életében, vagy a hivatalos felhasználásban, az tulajdonképpen nem egy ilyen kapcsoló, hogy vagy bekapcsoljuk, vagy nem, hiszen a mostani beszélgetésben is lehet, hogy bármelyikünk használ már mesterséges intelligenciát arra, hogy korrigálja mondjuk a hangszínét, vagy lehet, hogy amit mondok, azt is már korrigálhatja, lassan eljutunk erre a pontra már a magyar nyelvben is. Tehát az, hogy mennyi mesterséges intelligencia használatát tekintjük még elfogadhatónak mondjuk egy ilyen közlésben, és honnan kezdődik az a világ, ahol tulajdonképpen már nem is te meg én beszélgetünk, hanem meghaladja a százalékos jelenlét a mesterséges intelligenciának azt a szintet, amit mi még nem ismerünk, tehát nem tudjuk, hogy mi számít jónak, vagy nem jónak. No, szóval ezt a szintet, ezt még nem lőttük be, tehát nem tudjuk, hogy ez hol van. Ugye nem csak a műsorvezetői feladatok, vagy a színészi feladatok, vagy a forgatókönyvírók feladata, hanem látjuk itt ebben az adott esetben, a konkrét példában, akár egy politikai feladatnak az elvégzésére is használható egy mesterséges intelligencia, még akkor is, ha most egyelőre csak fölolvas dolgokat. Tehát ha elegendő információ van eltárolva az adott országról, a körülményekről, arról a pártról, vagy nézetvilágról, amiben őt használni akarják, vagy ezt használni akarják, akkor akár önálló véleményeket is tud megfogalmazni? Abszolút. Annyira, hogy van egy brit előadó művész, a FKA Twigs, aki nagyjából ezzel párhuzamosan jelentette be, hogy ő zenészként igenis lemásolja saját magát, tehát készül az ő mására alakított mesterséges intelligencia avatárja, és ő arra fogja ezt használni, hogy beszélgessen a különböző rajongói táborokkal, esetleg a sajtóval is, és miközben a mesterséges intelligencia kiterjesztése, avatárja, az ezeket a feladatokat végzi, ő tud koncentrálni a saját feladatára, például a zenélésre, vagy a zeneírásra, vagy bármi egyébre, amit ő szeretne csinálni. Tehát ez egyre valószínűbb, hogy ezek az avatárok meg tudnak jelenni, és igen, valóban egy kicsit más technológia, de az is mesterséges intelligencia, hogyha mondjuk ezt a szóvivőt, ezt nem csak lemásoljuk valakiről, és egy mondjuk egy deepfake-szerű technológia, vagy egy ilyen virtuális avatar technológia segítségével kimondatunk vele dolgokat, tehát amit mond, azt azon a bizonyos hangon mondja, ami mondjuk egy klónozott hangja az adott személynek, és amit leírtak neki, azt meg felolvassa úgy, hogy látjuk a szájmozgásán, sőt a gesztikulációin is, a mimikáján, hogy tulajdonképpen olyan, mintha értené, amit felolvas, de ez valójában még nem ugyanaz, tehát itt még nem érti a modell mélyen azt, hogy mit mond ki, viszont ahogy a fenti példa is mutatja, abszolút lehetséges az, hogy egy személyt tulajdonképpen így feltanít egy mesterséges intelligenciának, és onnantól kezdve nem csak a tudás anyaga lehet meg, ahogy ma egy ChatGPT-nek a világról nagyon széles tudás anyaga van, ugye a Google-nek a hasonló mesterséges intelligenciája az nagyjából 10 millió könyvből olvasta össze a tudását a világról, tehát egy nagyon tájékozott személyről, vagy nem tudom miről, mesterséges intelligenciáról van szó, tehát hogyha ezeket összekeverjük, tehát egy tájékozott mesterséges intelligenciát, egy nagy nyelvi modellre rendelkező mesterséges intelligenciát, megtanítunk arra,
hogy ő egy másik személy is legyen, tehát ne csak ez a tudásbázis, akkor abszolút lehetséges az, hogy akár egy újságíró, akár bárki el tudjon beszélgetni ezzel az avatárral, akár egy politikus ez, akár egy kormányszóvivő. Persze, itt azért azt még hozzá kell tenni, hogy úgy, ahogy mindannyian tapasztaljuk, hogy a mai technológiák azok még halucinálnak, ez azt jelenti, hogy sokszor olyan dolgokat mondanak, amit nem biztos, hogy akartunk volna hallani, vagy ők akartak mondani, félrecsúszhat a kommunikáció, éppen azért, mert ez egy generatív típusú technológia, és még csak most készül az a verziója, ami jobban tudja mérlegelni a különböző válaszait, a saját válaszait, és azokból kiválasztja a legjobbat. Tehát az a nagy tudású emberünk, idézőjelben, a gépben, az még csak első tipre mond dolgokat, és ez félrecsúszhat, és ez egy politikusnál, vagy egy kormányszóvivőnél szerintem óriási probléma lenne. Tehát egyelőre én nem nagyon hiszem, hogy egy ilyen modellt oda engednének még az embereknek, pillanatok alatt szét tudnák szedni. De a jövőben, ez a közeljövőben, tehát akár lehet, hogy egy-két éven belül, ez egy teljesen reális elképzelés lehet. Ez az ember tovább megy logikailag, és az előbb beszéltél itt arról, hogy már van olyan zenész, aki a saját avatárjával beszélgetne igazából a közönséggel és az emberekkel. Ugye, tehát akkor magyarul bizonyos feladatokat, akár olyanokat, amik számunkra kellemetlenek, emberi érintkezések, kapcsolódások, ezeket ki lehet helyezni már technológiailag egy avatár szintjére, és ha ezt átfordítom a politikai szintre, mondjuk egy megszorító csomagnak a bejelentését, vagy ennél sokkal komolyabb dolgokat, ami szintén egy politikus számára akár kellemetlen, és hát eddig azt láttuk, hogy vannak olyan politikusok, akik ezt jól tűrik, vannak, akik pedig nem jól tűrik. Most, akik nem jól tűrik, és egy ilyen avatárral csináltatják mondjuk ezt meg, akkor az már nagyon sok kérdést felvette. Látod azt, hogy lesz ebben egy szabályozás, egyfajta keretrendszer, amiben lehet használni ezt a technológiát, vagy itt is az történik, hogy már eljutunk egy szintre, mire elkezdenek egyáltalán azok gondolkodni, hogy ennek kell egy keret. Már eljutottunk erre a szintre, és a gondolkodás jogi szempontból az most zajlik tulajdonképpen. Ez egyébként engem nagyon zavar. Szerintem amellett, hogy tudjuk, hogy a jogalkotás az általában követő, különösen a technológia esetében, gondoljunk csak a közösségi médiára, az okostelefonokra, az egész internetre, ahol megpróbáltak mindenféle szabályokat kialakítani az elején, de nem nagyon sikerült. Ez példának szoktam mondani a netikettet, hogyha valaki egyetemig emlékszik erre, volt egy olyan elképzelés, hogy dolgozzuk ki, hogy hogyan illik viselkedni az interneten. Én azt hiszem, hogy ez bárki, aki valaha már internetezett, fölment egy TikTok csatornára vagy egy YouTube-ra, akkor tudja, hogy ez nem létezik, ez a hogy kell viselkedni az interneten, bárhogy lehet viselkedni az interneten. Tehát látszik, hogy ebben komoly lemaradás van, és ami a lemaradásnak szerintem egy extra rossz része, az éppen az, hogy magának a technológiának a definíciója, illetve az, hogy minek kezeljük a mesterséges intelligenciát, ez gyakorlatilag erről sincsen jelenleg még szó a jogászoknál. Az már előkerült, hogy milyen technológiákra vagy milyen feladatokra ne lehessen használni, például ha már a politikust említetted, távol álljon tőlem, hogy a politikusokra azt mondjam, hogy manipulálják az embereket, de például a mesterséges intelligenciát emberek manipulációjára, közvetlen manipulációjára nem szabad használni az Európai Unióban, és még sok minden másra sem, például megfigyelésre, arcfelismerésre és még egy-két ilyen dologra, illetve azt is próbálja szabályozni az Európai Unió egy ilyen mesterséges intelligencia törvényben, hogy mondjuk kritikus infrastruktúráknál létfontosságú folyamatokban mennyire lehet használni az AI-t, de én azt hiszem, hogy ez jelenleg egy meglehetősen leegyszerűsítő, egy ilyen mit nem lehet lista, és a probléma a mélységében ott van, amit feszegettél, hogy mondjuk egy politikus hogyan tudja ezt majd használni. Itt azért azt még hozzátenném, hogy az is egy abszolút lehetséges dolog, és szerintem nem is rossz feltétlenül, hogy egy ilyen politikussal el is lehet beszélgetni. Tehát, hogyha ez a rendszer, ez megfelelően jól megtámogatott, és ebben bízik az is, akit másoltak, vagy lemásoltak, akkor gondoljunk abba bele, hogy mennyi feszültséget tud feloldani
egy adott döntés mögött, vagy egy adott helyzetben az, hogy a politikussal, vagy egy döntéshozóval, vagy éppen egy ilyen pszichológusnak az avatárjával lehessen beszélgetni nagyon hosszú ideig. Tehát képzeljünk el egy hétvégét, amikor mondjuk éppen, amit említettél, egy megszorító intézkedés, vagy valamilyen egyéb háborús helyzet kommunikációjában az embereknek lehetősége nyílik annyit kérdezni, amennyit csak akarnak. Tehát nincsen olyan, hogy valaki mondott három mondatot, és elbúcsúzott, és lekapcsolták a kamerákat, és onnantól kezdve mindenki csak találgat hetekig. Szóval ennek megvan az előnye, nyilván megvan a hátránya is, hiszen egy ilyen helyzetben ugye ez a bizonyos virtuális személyiség, ez hát mondhat dolgokat, elszólhatja magát, mondhat egy szerencsétlenül sikerült mondatot, tehát nyilván ebben van kockázat is egy közszereplő számára. És akkor egy kicsit a magyar vonatkozások, ugye Bíróadát említettem az előbb, az MTVA-nak a mesterséges intelligencia műsorvezetője, a Delta című műsort vezeti, vagy vezettetik vele, és az az érdekes, hogy már van Facebook oldala is egyébként, ahol 4000-en követik, és mindenféle posztot lehet ott találni, olyat, ahol éppen sportol, vagy a barátnőjével kirándul, Budapest utcáit járja, vagy éppen egy laptop előtt ül, és nyilván dolgozik. Tehát tudjuk, hogy ezeket a tevékenységeket valószínűleg nem végzi, és most néztem, hogy milyen kommentek érkeznek oda. Hát van, aki nyilván kritizálja magát az egész technológiát, de olyan is van, aki randevúra hívja Adát. Tehát elképzelhető az, hogy ami még a mi tínédzser korunkban volt, hogy esetleg amerikai sztárokért rajongtunk, az átalakul, és akár egy ilyen mesterséges intelligencia műsorvezetőnek, személyének, vagy eszköznek a rajongóivá válnak sokan. Ez abszolút lehetséges, pláne azért, mert évek óta vannak már mesterséges intelligencia alapú influencerek, amelyeket rengetegen követnek, van, akinek milliós követő tábora van, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az embereket különösebben nem izgatja, vagy legalábbis az emberek egy jó vastag rétegét nem izgatja az, hogy ez egy valós vagy nem valós személy, és ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen szinte mindegy is egy bizonyos pillanattól kezdve. Tehát, hogyha tudunk egy filmben szereplő karakterért vagy színészért lelkesedni az adott szerepében, gondoljunk csak mondjuk a Keresztapa című filmre, vagy én nagy kedvencemre, a 8. utas a halálra, óriási rajongótábora van, és persze mindenki tudja, hogy egy színész volt a karakter mögött, mégis a karakternek önálló élete van, ez a játékprogramokra is igaz, akkor miért ne lehetne ugyanezt ezt a dolgot egy virtuális influencerrel, vagy egy virtuális politikussal esetleg átélni, vagy megélni. De én tovább is mennék, ugyanis ez megint az a réteg, ami arról szól, hogy a mesterséges intelligencia által készített tartalmat hogyan fogyasztjuk passzívan, vagy hát félig aktívan persze, hogy a kommenterünk, de nagyrészt passzívan. Én inkább az iránt érdeklődöm, hogyha a mesterséges intelligencia, riporter, influencer, szóval nem létező személy, az mondjuk interakcióba lép a követőivel. Vagy például felajánlja azt annak, aki randevúzni szeretne vele, hogy el is megy vele randevúzni, ugyanez fizikailag nem fog bekövetkezni, de mondjuk csetelhetnek magánbeszélgetésben. Vagy éppenséggel, tehát, hogy messzire szalad most a képzelet, bár Japánban már erre is volt példa, vagy akár köthetnek házasságot, hogyha nekik nagyon szimpatikus volt ez a beszélgetés, vagy a beszélgetés sorozat, megismerik egymást, és igazából összeköthetik az életüket valamilyen formában. Most persze erre lehet azt mondani, hogy hát ez egy rémálom, hát itt emberekkel kell, hogy beszélgessenek, de az a helyzet, hogy azért az elmúlt 10-20-30 év megmutatta, hogy az informatikai rendszerek, az okostelefonok, az internet, a virtualitás azért nagyon komoly szinteket tud elérni, és abban a pillanatban, amint egy ilyen virtuális influencernek, egy riporternek, egy virtuális politikusnak kialakul egy rajongótábora, miért tartjuk elképzelhetetlennek, hogy van, akik annyira lelkesednek értük, hogy szívesen lépnek velük kapcsolatba. És a technológia maga az abszolút alkalmas arra, hogy ezt a kapcsolatot működtesse és fenntartsa, sőt, tovább megyek.
ezek a virtuális asszisztensek, vagy virtuális partnerek, azok sok esetben, hát azt kell mondjam, bármennyire is furcsának tűnik ez most nekünk, hogy bizonyos esetekben többre képesek, mint a fizikai partnerek. Ugye te is azt mondtad, hogy mert akkor akármennyit tud majd beszélgetni a valakivel, a hódolójával, a választójával, valakivel. Ugyanez igaz ezekre a helyzetekre is, tehát igen, bármikor, amikor mi szeretnénk beszélgetni egy ilyen virtuális partnerrel, ezt meg tudjuk tenni. Természetesen ennek mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind minden egyéb strukturális oldala az egy óriási kérdőjel, és egyébként erről fogunk is beszélgetni majd az informatikai biztonság napján, majd szeptember végén, meg előtte a Business Festen, június 13-án, ahol kifejezetten az lesz majd a téma, hogy ezek a virtuális karakterek, virtuális személyiségek, nem is tudom micsodák, ugye nem nehezen definiálható, meghatározható, ezek mit csinálnak a társas kapcsolatainkkal? Például javít-e a társas kapcsolatainkon az, hogyha valami problémánk van, és azt nem tudjuk megbeszélni mondjuk a fizikai partnerünkkel, akkor megbeszéljük egy virtuális partnerrel. Lehet, hogy ez éppen a feszültséget fogja csökkenteni, de lehet, hogy az elvárásainkat fogja valami nagyon furcsa irányba elmozdítani. Hát így van, vagy pedig hogyan működik ez egy munkahelyi környezetben. Most itt pont ugye a médiára, ha gondolok, és bíróadára, mit vár el a néző egy ilyen virtuális személytől, és aztán utána a húsvér műsorvezetőtől, akinek ott van azért a lehetőség, hogy hibázik, hogy az emberi oldalát egy picit meglátják, megmutatja, mert tehát mindenki ember, és mindenki lehet aznap mondjuk fáradt, vagy fáj a feje, vagy bármi baja. Bíró oldalának meg soha nem fog fájni a feje, tehát nyilván, hogy egészen másféle teljesítményt is tud nyújtani, és hát látni azt, hogy egyébként ez a virtuális személy pár nappal ezelőtt adott egy exkluzív interjút, illetve amikor megszólaltak az első napokban vele kapcsolatban, akkor pedig válaszolt ezekre. Ezt hogy képzeljük el, a ChatGPT által válaszoltatják ilyenkor, vagy ezek is valójában megírt válaszok lehetnek, amit még az ő szájába adnak? Ez attól függ, hogy milyen technológia van mögötte. Mint ahogy említettem, itt tulajdonképpen egy embernek, a virtuális embernek a felépítése elsősorban vizuálisan és hang szempontjából volt a lényeg, mint ahogy a kormányszó, az ukrán kormányszójőnél is. Ezek mögött jelenleg szerintem nincsen olyan mesterséges intelligencia motor, mint amilyen például a ChatGPT, vagy a Google Gemini, vagy a Anthropic-nak a Claude rendszere, vagy éppen a Meta-nak az új Llama rendszere. Tehát, hogy ezek ma nem ilyen virtuális személyiséggel felruházott szereplők, azt viszont nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy az interjúban adott válaszokhoz nagyon erősen használnak mesterséges intelligenciát, azt is el tudom képzelni, hogy ennek a virtuális személyiségnek, vagy éppen egy kormányszóvivőnek, vagy egy virtuális influencernek az előző nyilatkozatai, mondatai, akár az ő műsorvezetése, vagy amiket előzőleg mondott, az része annak a válaszhalmaznak, amiből mondjuk egy mesterséges intelligencia képes generálni válaszokat egy ilyen kérdésre. Itt azért még én megkülönböztetném azt, amikor emberek segítik egy ilyen avatárnak a kvázi munkáját, és válaszokat generálnak, meg azt, amikor egy ilyen eszközt, vagy egy ilyen avatárt, vagy egy ilyen személyiséget magában elengednek, és azt gyakorlatilag használni tudja, azt gyakorlatilag használni tudják, vagy kérdezni tudják kívülről. A kettő között szerintem még elég komoly különbség van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Keleti Artúrral beszéltünk, kivel titok jövő kutatóval, az informatikai biztonság napi alapítójával. Köszönöm én is.